Akkor beszéljünk a 100-os benzinről. A 100-os benzin az tulajdonképpen a 95-öshöz képest annyiban tér el, hogy nagyobb sűrítési végnyomást képes elviselni. Ez azt jelenti, hogy a dugattyú kisebb helyre tudná összepréselni a benzinlevegő keveréket, anélkül, hogy a benzinlevegő keverék meggyulladna magától csak a sűrítéstől. Erre a legtöbb motor esetében nincsen szükség, a motorjaink általában a 95-ös vagy attól gyengébb minőségű benzinre vannak kitalálva, tehát nem ezért fogjuk azt választani, hanem leginkább azért, mert jobb minőségű adalékok vannak benne, illetve a bioösszetevő egész máshogy más formátumban szerepel benne. Kevésbé fog ilyen lerakódásokat képezni a benzinben, nem fog a karburátorunk eltömődni, tovább fogja bírni a benzincsövünk, a benzincsapunk, a benzinpumpánk, de akár mondhatom az injektort is, ugyanígy jobban fogja szeretni a 100-as benzint. Illetve aki 100-as benzinnel jár, és megveszi azért a benzinből is a drágábbat, az nem fog spórolni a, mondjuk az olajokon, ami kimondottan például akár robogó eseti robogóba való, vagy pedig mondhatnám itt a négy ütemű motornak a olajcseréjét. Tehát aki a 100-as benzint használja, az valószínűleg karbantartáson sem fog spórolni, mert maga a benzin is egy drágább kategóriás dolog, mint ami pont elvenne vele. Tehát ezért van ez a mizéria, hogy aki 100-ast használ, az tulajdonképpen a karbantartáson sem fog úgy spórolni, mert minek spórolna vele. És itt jegyezném meg, hogy a stílolaj az tulajdonképpen a stíltermékekbe való, a kerti gépekbe, és nem pedig a motorokba.